A mai videóban egy olyan animéről lesz szó, ami az egyik valaha volt leghíresebb anime lett. Egyébként az egész világon ismerik, rengeteg fangyűjtött magának, a hype kerék is felkapta, és sokan közületek is biztosan rengeteg ismeritek, ez nem más, mint az Attack on Titan. Gyerekek, eljött végre a pillanat, ma végre megnézem az Attack on Titan második évadának első részét. No és hölgyeim és uraim, jöjjön 2019 három királya, a mai videó három királya. Az első az a Shingeki no Kyojin, az az Attack on Titan harmadik évadának második fele. Bár így is kínzóan hosszúnak tűnik a 2020 ősz, amikor is végre láthatjuk a negyedik évadot, amiről azt rebesgetik egyébként, hogy a záró, az utolsó évada lesz az animének, ami minden határt, minden képzeletet fel fog múlni. Kérem és uraim, 2020. december 7-én elindul az Attack on Titan, az a Shingeki no Kyojin negyedik és ezzel utolsó záró évada. Hölgyek, urak, fiúk, lányok, már csak egy-két nap és itt van az Attack on Titan, azaz a Shingeki no Kyojin negyedik és egyben befejező évadának második fele, amivel már ténylegesen, tényleg lezárul az anime történelem egyik legepikebb, leghíresebb és legpopulárisabb animéje. Hölgyeim és uraim, itt van végre a Shingeki no Kyojin, azaz az Attack on Titan negyedik és egyben utolsó évadának harmadik felvonásának első része, egy órás különkiadás rész összevonás eredményeképpen. Hölgyeim és uraim, hát eljött ez a nap is. Ez itt az Attack on Titan anime utolsó epizódjának utolsó összefoglaló elemző kibeszélő videója. Ez tehát az utolsó Attack on Titan videó, ami valaha is készülni fog a csatornára. Két gyors információt tudjunk le, mielőtt belevágunk az Attack on Titanbe. Az, hogy picit furcsa lehet az arcom, ennek az egyik oka az, hogy szakáll van rajtam, ez nekem is legalább annyira furcsa, mint nektek, ugyanis életem első No Shave novemberét csinálom, 30 napon keresztül nem borotválkozok. Hát tulajdonképpen ez egy Zeke cosplay, Zeke szakállam van, ez így kamerában nem jön át, de élőben, mikor rásüt a fény, akkor ilyen szőkés, rozsdás, barnás a szakállam, tehát kicsit haj az a Zeke-ére, még a hajam is már csak egy szemüvegkel tulajdonképpen, és seggpucérra vetköznöm, és gyakorlatilag készen van az Zeke cosplayem. A másik dolog, ami miatt késett a videó is egyébként, amiért elnézést kérek, hogy kicsit sokára jött ki, illetve ami miatt picit furcsa lehet az arcom, az, hogy kijött rajtam egy ritka betegség, amit belféle bénulásnak hívnak. Ennek köszönhetően részlegesen a jobb oldalamon az arcok azok lebénultak, emiatt a szemem az nem csukódik teljesen, az orromat nem annyira tudom használni, illetve a számnak a jobb széle az, ami nem működik teljes mértékben. Mikor ezt a videót készítem, már javult a helyzet, már jobb a helyzet, mint volt, már a gyógyulás fázisában vagyok, de még azért furcsa lehet a beszédem és a hangom, a beszédem és az arcom ilyen szempontból, hogy ezt érdemes tudni erről. Ha valaki több információt szeretne erről, akkor van egy külön videó a másik csatornámon, ezzel most itt nem húznám az időt, mert azért jöttünk, hogy Attack on Titan-özzünk. Mielőtt belevágunk a mai videóba és az utolsó rész elemzésébe, engedjetek meg nekem pár gondolatot így az egész Attack on Titan jelenséggel kapcsolatosan, hiszen egy nem mindennapi dologról van szó, egy nem mindennapi videó, egy nem mindennapi dolog, hogy egy utolsó részéről beszélünk egy világhírű animének, hogy egy picit így megágyazzak ennek az egésznek. Ugye a Shingeki no Kyojin, vagyis az Attack on Titan ugyanis már 14 éve meghatározó része az anime világnak, ekkor 2009-ben indult el a manga, ami egészen 2021-ig tartott. Az anime pedig 2013-ban indult el, tehát kereken 10 éve meghatározó az animék és az animések körében. Az én személyes kapcsolatom is régre nyúlik vissza az Attack on Titan-nel, ugyanis még 2014 környékén láttam szerintem az első rész az egyetemi évek alatt, azért emlékszem mennyire tisztán, mert egy vizsgára kellett volna tanulnom, de úgy voltam el, hogy megnézek egy rész animét, kicsit pihenésképpen rápihenek, és hogy megnéztem az első Attack on Titan részt, annyira beszívott, hogy lenyomtam 6-ot egymás után, úgyhogy semmit nem tanultam, és aztán végül le kellett tennem és tanulnom, de így megmaradt ez az élmény, úgyhogy már az első pillanattól egy szerelem volt ez az animám. És hát magának a csatorna történetében is jelentős szerepe van, hiszen ha jól számoltam, 49 darab Attack on Titan videót csináltam összesen, 49 darab volt, ami exkluzívan Attack on Titan, és hiszem ez lesz az 50. videó, úgyhogy egy nagyon szép lezárás ez. Tehát rengeteget szerepelt a csatornán, tehát én is szeretem, ti is szerettétek, és hát ez egy nagyon fontos
alkotó eleme volt a csatorna tartalmának tulajdonképpen, úgyhogy és egy nagyon, nagyon szép lezárás most így, hogy egy 51. résztel elbúcsúztatjuk. Éppen ezért szerettem volna mozizós programot is megvalósítani egyébként, amit láthattatok egy külön videóban, beszéltem róla, amit nem sikerült sajnos. Egyszerűen minden fronton, minden követ megmozgattam, írtam mindenkinek, telefonáltam, akár magyar, akár külföld, akár forgalmazó, akár disztribútor, akár streaming szolgáltató, mozik, mindenkivel az ég egyet a világon beszéltem, Crunchyrollnak körülbelül 10-szer vettem fel cseten az információt és a kommunikációt, és végül egyszer vissza is írtak és közölték, hogy nem adnak ki jogokat. Tehát eleve esélytelen volt az egész, de megpróbáltam, és nagyon köszönöm nektek a petíciót és az aláírástokat, rengeteg, több mint 5000 aláírást. Ha másra nem is volt jó ez az egész arra, hogy megmutattak kicsit a magyar animés közösségnek az erejét, és hogy mekkora potenciál van itt a magyar animés közösségben, akár mozi szinten, és szerintem ez a moziknak is egy jó dolog, hogy látják, hogy akár van értelme behozni mozikba animéket, úgyhogy szerintem tök jó volt, hogy így összefogtunk, de sajnos nem sikerült, és nem sikerült egy ilyen epic finálét adni tulajdonképpen ennek az animének a lezárására. De azért így is remélem, hogy jó lesz ezzel a videóval, és köszönöm mindenkinek, aki itt van, akár élő videóban, akár később fogja megnézni ezt a videót. Amit még szintén nagyon fontos elmondani a videó előtt, hogy ez az utolsó rész, noha lezárult az anime, azért hagyott rendesen nyitott kérdéseket és interpretációs lehetőséget, hogy ki mit lát bele, ki mit gondol, ki hogyan gondolja, mi történt ott, ki mit teorizál, és hát rengetegen gondolnak rengeteg mindent, csomó YouTube videóban is ilyen 2-3-4 ezer kommentek alatt, hogy vitatkoznak fórumokon, Redditen, Instaposztok alatt, őrületes elméletek, teóriák, mindenféle megy, amit én nagyon imádok és nagyon élvezek egyébként olvasgatni, de hogy ebből fakadóan akarom mondani, hogy ami az én értelmezésem lesz, hogy mi történt ott, az egyáltalán nem biztos, hogy úgy van. Lehet, hogy tök hülyeségeket gondolok, lehet, hogy tökre félreértettem az egészet, lehet, hogy tökre nem az volt ott, amit én gondoltam, és simán benne van a pakliba, ezt akarom mondani, ne vegyétek szentírásnak, amit én itt mondok a videóm, ez csak az én értelmezésem személy szerint, és nyugodtan írjátok le kommentekben, hogy ti mit gondoltok, ti hogy látjátok, ti hogy értettétek, ti hogy értelmeztétek. Nektek milyen elméletetek van, szerintetek mi történt, mi fog történni, hogyan, mit láttatok, szóval nyugodtan írjatok le mindent, és beszélgessünk, vitatkozzunk egy jót arról, hogy mi is történt tulajdonképpen itt az utolsó részben. És még egy utolsó fontos dolog, hogy mivel nagyon hosszú utolsó záró epizódról van szó, és nem akarok itt 3 órás kibeszélő videót csinálni, igyekszem azokra a részekre koncentrálni, ahol ugyan van mondandóm, ahol érdemes kiemelni egy-egy jelenetet, megmagyarázni, beszélni róla, megemlíteni, hogy ez milyen szép, vagy milyen jó, és amik teljesen egyértelműek, azokat nem fogom így külön kivesézni, igyekszem így azokra a pontokra koncentrálni, ahol úgymond van miről beszélnünk, hogy így fogalmazzak. És végül utoljára nyomatékosan szeretnék mindenkit megkérni, akár a live chatben, akár a kommentekben, hogy ne spoilerezzen, ne roncsátok el mások élményét, írjátok ki a spoiler taget, viccelek. Végre valahára, hölgyeim és uraim, lehet írni bármit. Lehet írni nyugodtan, bárhol, bármit. Nyilván az nézze meg ezt a videót, és az olvassa a kommenteket, aki még nem aki már látta a részt. Tehát ha úgy ne nézd meg ezt a videót, hogy nem láttad, mert spoileres lesz nyilvánvalóan. De annyira jó érzés, hogy végre bárhol, bármikor, bármilyen tartalomra megyek rá az interneten, Attack on Titanos, már nem tud elspoilerezni semmit, hiszen lezárult. Ami egyszerre borzasztóan szomorú, hogy lezárult ez a történet, és soha többé nem látunk Attack on Titan-t, legalábbis új formában. Ugyanakkor meg élvezetes, hogy most már tényleg szabadon lehet beszélni, olvasni, bármit. Az elmúlt 10 évemet úgy kellett leélni, hogy folyamatosan vigyázva, hogy nehogy beleszaladjak egy-egy tartalomba, és nehogy elszpoilerezzem magamnak. Ez a legnagyobb rész sikerült egyébként egy-egy spoilerkétől eltekintve. Tehát, hogy annyira jó érzés, felszabadító érzés, a karakterekhez hasonlóan mi is felszabadultunk, a spoiler nyomás alól szabadultunk, mi fel az Attack on Titan végével, úgyhogy most már aztán lehet írni nyugodtan a kontenteket és tolni neki. És már itt a videó elején hadd köszönjem meg nektek, mert lehet, hogy valaki nem nézi végig a videót, ezért gondoltam fontosnak itt az elején megköszönni, hogy eddig is velem tartottatok ezen az utazáson, ezen a közös utazáson, és Attack on Titan közös nézésen, és lelkesen jöttetek, kommenteltetek, lájkoltatok, live chaten, mindenhol, főleg azoknak köszönöm, akik tiszteletben tartották a spoiler tegelést, és nem rontották el mások örömét, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, itt az utolsó alkalommal, hogy közösen zárjuk le ezt az utazást, akár live-ban nézitek a premiért, akár később. Sokat jelent nekem, nagyon örülök nektek, és nagyon örülök, hogy együtt élhettük át ezt az Attack on Titan élményt, és hát remélem, hogy ti is így vagytok vele, és tudtam nektek olyan extra élményt, szórakozást, kikapcsolódást, bármit nyújtani ezekkel a videókkal, ami még
hozzájárult ahhoz, hogy egy még teljesebb és komplexebb élmény legyen az Attack on Titan. Elnézést a hosszú bevezetőért, de azt hiszem itt az utolsó videónál azért ezt talán elnézitek nekem, hogy kicsit szentimentálisabb leszek a videó alatt, hiszen csak egy utolsó részről van szó, tehát akkor vágjunk is bele. Hölgyeim és uraim, ez itt az Anime Egyetem, én Adis vagyok, ez pedig itt az Attack on Titan utolsó részének, azaz a negyedik évad, part 3, part... mi? A negyedik, azaz az utolsó évad, part 3, part 2-jának az elemzése, azaz az utolsó Attack on Titan rész elemzése. Szóval beszéljük ki az Attack on Titant még egyszer, utoljára. Az anime egy rövid ismétléssel indul, ahogy hőseink megérkeznek a repülőgép segítségével Erenhez, kiugranak a repülőgépből, ugye Reiner titán formában ráveti magát a létrehozott Warhammer erővel létrehozott Warhammer Beast Titanre, illetve a hőseink ugye ott megállnak, és Armin megkérdezi, hogy Eren mégis milyen módon vagy te szabad, ezzel a rövid kis ismétléssel kezdődik ugye a rész, és innentől kezdve már jön az új content. Chapter 3. The Battle of Heaven and Earth. Itt rögtön az elején kapunk egy jelenetet a fiatal Ymirrel, ugye még 2000 évvel ezelőttről, ahogy kimegy a malacoktól és nyitva marad az ajtó, ami azért nagyon fontos, mert később ugye a király azt mondja, hogy kivágatja annak a szemét, aki nyitva hagyta, és mondják meg, hogy ki volt az, és ugye a falusiak egyöntetően Ymirre mutatnak, és akkor ugye azt gondoltuk, hogy megvádolják szegény szerencsétlen lányt, de hogy tényleg ő hagyta nyitva az ajtót, viszont itt is olyan furák a személy, olyan kontrolláltnak tűnnek a személy, picit olyan nekem, mintha már itt valaki belenyúlt volna az időbe, és azt mondta volna, hogy Ymir szándékosan hagyja nyitva az ajtót, hogy az egész meg tudjon történni, ami azért lehetetlen, mert ekkor még ugye a titán erő sem létezett, mindenesetre lehet, hogy csak Ymir magától hagyta nyitva szándékosan. Nem tudom, mi a történés itt, minden esetre ez egy fontos esemény. Visszavágunk a jelenre, és láthatjuk, hogy a kis csapatunk legyőzte a Warhammer erővel létrehozott Beast Titant. Igen ám, de ezzel még sehova nem jutottak, mert hogy neki két győzelmi feltételük van tulajdonképpen. Az egyik az, hogyha legyőzik vagy megölik Erent, a másik pedig az, hogyha legyőzik vagy megölik Zeke-et. Viszont a gond az, hogy egyiket sem tudják, hogy hol van, és itt van egy több száz méteres titán test, ahol se idejük, se energiájuk, se semmiük, hogy megkeressék őket, ugye? A legegyszerűbb megoldás annak tűnik, hogy fogja magát Armin, felrobbantja a Colossal Titant, és egy ilyen nukkal gyakorlatilag atomrobbanásra szétrobbantják az egész testet, és igen, ekkor viszont benne van a pakliban, hogy megölik Erent, amit nyilvánvalóan annyira nem akarnak, de muszáj lesz. Igen ám, de ebben a pillanatban, hogy ezt megbeszélik, ezt a tervet, Armin elrabolja egy titán, és polipos hentályokat megszégyenítően orálisan zaklatja egy ilyen csáp segítségével, azért, hogy ne tudjon ráharapni a nyelvére se, és ne tudjon átalakulni egy titánná. Zseniális a megoldás maga. Úgy látszik, hogy Erennek is, Ymirnek is eszébe jutott ez az ötlet, úgyhogy elrabolták Armint, és olyan módon likvidálják, hogy ne tudjon átalakulni titánná. Illetve látszik egy jelenet, hogy elviszi Armint, hogy ez valószínűleg Ymir irányítja ezt a titánt, és nem is feltétlenül Eren. De ez nem minden, ugyanis számtalan másik titánt megidéz Ymir, hogy harcoljon a hőseink ellen, de nem hogy titánokat, hanem konkrétan, hogy Peak elmagyarázza korábbi Titan shiftereket, akik korábban a 9 titán valamelyikét birtokolták, így brutálisan erősek. Nyilván ez a Warhammer formában azért szerintem nem annyira erősek, mint mondjuk originálban lennének, de hasonlóan erőteljesek, és ez valami teljesen és brutálisan elképesztő, hogy milyen mennyiségű, mennyire változatos és milyen durva titánokat kapunk és Titan shiftereket. Reinert ránézést a Joe és Female Titanok támadják meg. Ez itt egy majomszerű Beast Titan, hátul egy Female, középen egy Joe, jobb szélen pedig egy Armor Titan, úgyhogy minden fajta van itt, kérem szépen, ami szemszájnak ingere. Nyilván a Beast Titanokat a legegyszerűbb azonosítani a tömegben, mert nekik baromi egyedi az alakjuk. És hát van nekünk itt Gyík Titán, Szarvas Titán, Oroszlán Titán, Teknős Titán, Farkas Titán, de még mini dinoszaurusz Velociraptor titán is. És hiába az itt lévő csapatunk gyakorlatilag az Avengers, a világ legjobb katonái, a legspeciálisabbak, legdurvább képességekkel, a legnagyobb titánerő tapasztalattal, itt azért mégiscsak Titan shifterekről beszélünk, akiknek egyedi képességeik vannak, és akár egyetlen ilyen titánnal is meggyűlhet a bajuk attól függően, hogy milyen képessége van. Itt meg van vagy 100 darab, totálisan és teljesen esélytelenek. Teljesen esélytelenek. És ahogy a tervet beszélik meg, lenyűgözően megrajzolt gyönyörű közeliket is láthatunk titánokról. Van itt nekünk egy elképesztően vagány, pikkelyes Armor Titan, egy olyan Warhammer, ami látszólag középkori sisakot visel, vagy valami hasonlót, egy ilyen nyers, húsis Female Titan,
alul Krokodil Titannek a farka, de a háttérben még polipfejű űrlény titán is van. Megkezdődik a harc, és szokás szerint Peak nem lacafacázik, nem téblából, nem szórakozik, ő egyből rámegy Erennek a nyakára, körbe bizgirálja a dinamitláncot, és már éppen ott van, hogy lerobbantsa Eren fejét a nyakáról ezzel kvázi győzedelmeskedve, amikor egy Warhammer átszúrja. Mindenközben Armint is látjuk, hogy fuldoklik és haldoklik, és tulajdonképpen saját magával viaskodik egy érzelmes jelenetnek a keretében, és látszik, hogy még mindig saját magát okolja amiatt, hogy ő maradt életben, és nem szolgált rá erre, és bűntudata van, és elég sok nehéz érzelem gyötri szegényt. És akkor Galliard után egy másik régi címbarát, Bertoldnak a kolosszál Titanjét is megidézi Ymir, ami egészen elképesztő pusztítást végez a hőségünk között, ami nem is csoda. Kérdés, hogy miért nem idéz meg több kolosszál Titant, hiszen abból is ugyanolyan sok lehetett régen, mint bármelyik más titánból. Hát valószínűleg azért, mert baromi nehezek és nagyok ezek a titánok, és ott a bizék, de Eren csontjai között ott nem annyira egyszerű kifüggeszteni egy ekkora testet, és így is nagy pusztítást végzett ez az egy, tehát félő lehetett volna, hogy elpusztítják Erennek a csontvász testét, ha többet is megidéz. Szerintem ezért, de lehet, hogy csak azért, hogy legyen legalább egy halvány esélye a főhőseinek a túlélésre. Nem sok, egy ilyen, mint a finga szélben annyi esélyük van, de ennyi legalább legyen. Hőseink a kolosszál támadása után szó szerint egy hajszálon függnek, lógnak a csontokon, mindenki megsérülve, az ODM G-rek nem igazán működnek, felül a lógnak le ugye a Titan Shifterek, alul meg a Rumbling meg, tehát nincs hova menni, nincs hova menekülni, gyakorlatilag KO és game over. És itt kapunk egy nagyon szép és érzelmes jelenetet, amit én nagyon szerettem, hogy ugye Jean tartja Reinert, és nemhogy nem engedi el, nem hajlandó elengedni, azt mondja neki, hogy mi scoutok, mi a végsőkig harcolunk, nem azt mondja, hogy én úgy mi scoutok, hanem Reinert is beleért, hogy mi scoutok, és ezáltal kvázi elismeri, hogy Reiner is a felderítők közé tartozik, és Reiner is a csapat tagja, ezáltal újra felderítővé teszi, és szerintem ez egy óriási pillanat kettőjüknek is, egy óriási karakterfejlődési pont Reiner számára is. Sok más pillanathoz hasonlóan ez is egy olyan pillanat, ahol a karakterén képesek voltak legyőzni a gyűlöletnek a körét, félretenni a régi sérelmeket, és közösen együtt bajtársakként, barátokként megbocsátani egymásnak, és közösen harcolni egy jobb jövőért, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép pillanat volt. És még egy kígyó titán is megjelenik, mennyire vagány már? A teljes megsemmisüléstől tulajdonképpen Falco menti meg a csapatot, aki egy repülő titán formájában érkezik meg. Ezt ugye az előző évadban pedzegettem, hogy a csőre, meg a karmai, meg a kinézete alapján valószínűleg fog tudni repülni, és voltak erre utaló jelek, például ugye már, mikor Falcot először megismertük, akkor is arról álmodott, hogy repül a levegőben, és hát voltak erre jelek, hogy neki lesz a repülő titánja, és hát baromi vagány a repülő titánja, és ami még különlegesebbé teszi egyébként, hogy szerintem ez az egyetlen repülő titán az egész 2000 éves történelem folyamán, hiszen baromi hasznos egy ilyen helyzetben, és ha lett volna korábban, akkor szerintem Ymir idézett volna ilyet, hogy felvegye velük a harcot a levegőben is, mivel nem idézett valószínűleg nem volt, tehát Falco titánja még különlegesebb ilyen szempontból is. De nem csak Falco érkezik meg, hanem a hátán Gabi és Annie is, és ezzel pedig összeáll tényleg a teljes Avengers Dream Team, és most már együttesen vehetik fel a harcot Erennel szemben. Itt ismét egy feszült pillanat alakul ki a Marlik és az Eldiaiak között, de jön a kapitány, és szerencsére megmenti a helyzetet. Megindul a második támadás, ezúttal Falco hátáról indulva, és mennyire brutálisan menők már ezek a nyilas Warhammerök, ahogy tolják a nyilakat, nagyon vagány, nagyon szeretem, nagyon tetszik. Itt pedig látszódik, hogy szigonyos, kardos, lángyás, baltás, mindenes Warhammer titanök vannak, brutálisan vagányak, és ahogy Reiner harcol velük, az is baromi látványos, nagyon-nagyon adom. Ami megint csak újdonság, és megint csak tanulunk újakat a titánokról, még itt az utolsó epizódban is, hogy Peaknek annyira durva állóképessége van, abból fakadóan valószínűleg, hogy ő hónapokat tölt titán testben, hogy szinte korlátlanul tud átalakulni, akár több százszor is, ha kell, amíg meg nem ölik, vagy nem szerez annyira súlyos sérülés, hogy ne tudjon átalakulni, akkor alakul, amíg le nem győzi az ellenfelet, és ez teljesen új szintre emeli az ő titánjának az erejét is, hiszen hiába gyengébb, mint a többi, hogyha folyamatosan képes átalakulni. Brutál. Ez az Annie-Mikasa kombó mennyire epik már, és mennyire jól kitalálták? Ez jelenet is annyira vagány, alapvetően is nagyon szeretem, amikor ez az ember-titán kombók összeállnak, mert mutatja egyrészt a méretkülönbségeket, meg annyira vagány, hogy együtt dolgoznak. Ráadásul ugye Annie egészen a legutóbbi részekig, amikor már közösen harcoltak, ellenség volt, ott végig az első-második évadban ellenség volt a Female Titan, és annyira epik így látni őket, hogy ott ülnek a vállán, és kommunikálnak, és együtt harcolnak, nem tudom, ez még mindig nagyon-nagyon tetszik, és nagyon vagány.
Közben láthatjuk Armin önostorozását újra, ami eléggé érzelmileg megható. Utána pedig láthatjuk a Ramblingot, ami több szempontból is zseniálisan lett itt megalkotva. Szerintem nagyon tetszettek ezek a jelenetek. Egyrészt azért, mert láthatóan a világ minden táján, sivatagban, hóban, mindenfajta kultúránál, mindenfajta népeknél ramblingolnak a titánok. Tehát ebből láthatjuk, hogy tulajdonképpen ez egyszerre történik az egész világon, és ez megint így jól mutatja a nagyságát a Ramblingnak, mert amikor csak azt látjuk, hogy Eren jön és mellette a titánok, akkor úgy nem érződik azt, hogy az egész világon történik ez közben mindenhol. De ez most nagyon szépen megmutatta az anime, hogy ez az egész világot körbe, az egész bolygót pusztítja le tulajdonképpen, ami nagyon durva. Másrészt ez a jelenet, hogy az emberek szorulnak ki a szikla szélére, zuhannak le, de a kisbabát adják tovább egymás kezében, önmagukat nem kivélve feláldozva. Ez egy gyönyörű jelenet, egy elképesztően szép jelenet, hogy még a legnagyobb bajban, a halál szélén táncolva is vannak olyan emberek, akik tesznek másokért, akik tesznek a jövőért, akik megóvják a következő generációt. Vannak ilyen jó emberek, akik nem önzően a saját érdekeiket nézik, hanem hogy másokat mentsenek meg. Elképesztően gyönyörű ez a jelenet. És még hozzátesz, hogyha tudjuk, amit csak egy instapostból láttam, erre magamtól nem jöttem rá, nem vagyok ennyire okos, hogy ez a nő, akinek a gyereke itt volt, meg a férje, őt láttuk már korábban, amikor Eren sétálgat a Marley-éknál, és azon morfondírozik, hogy meg fogja ölni ezeket az embereket, akkor szembe sétálnak, akkor még csak terhes volt a nő, itt meg viszont már megszületett a gyerek, tehát ő volt az, és visszatért gyakorlatilag. Iszelmának ez a foreshadowingja, és a karakterek újrafelhasználása, ez még mindig valami eszméletlen zseniális. Itt visszaugrunk Arminra, akinek sikerült bejutni a pácokhoz, az utakhoz, és beszédbe elegyedik Zeke-kel, és itt jön nekünk a következő fejezet. Chapter 4. A long dream. Itt Zeke érdekes dolgokat mond, egyrészt magáról az élet értelméről filozofál, hogy az életnek tulajdonképpen az a célja, hogy túléljen és szaporodjon és ezáltal túléljen, és hogy minden életformának és létformának ez a célja, és hogy a halál az természetes módon félünk tőle, hiszen ez meggátolja a túlélésünket és a szaporodásunkat. Másrészt azt mondja, hogy ugye Ymir is azért hozta létre ezt a titánerőt, vagyis a halucigénia, ez a lény, ami az életnek a szimbóluma tulajdonképpen, azért adott ilyen erőt ugye Ymirnek, mert ő félt a haláltól, éppen a halál elől menekült, és ő egy olyan sokkal erősebb testet akart, ami megvédi a haláltól, olyan kapcsolódást másokkal, ami által ő neki emberi kapcsolatai lehetnek, illetve a halhatatlanságot, és ezáltal születtek meg a pácok tulajdonképpen, ez az erő, ahol minden eldiai össze van kapcsolva egymással, és itt létezik igazi halhatatlanság, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy az eldiaiak nem halnak meg, igazán nem kerülnek a túlvilágra, csupán bekerülnek a pácokba. Zeke nem érti, hogy Armin miért harcolna tovább, hiszen ha még ha nyernek is, az életük végén úgyis meghalnak, tehát igazából nincs értelme az egésznek, és a halál lehet az a végső szabadság, amit megkapnak tulajdonképpen az élet terhe alól, a halál felszabadítja őket. Armin viszont azzal érve, amikor talál egy levelet, ami ugye Mikasáékra emlékezteti és Erenre őt, hogy az élet apró szépségei azok, ami miatt igazán megéri élni az életet, és nem feltétlenül csak a túlélésről és a szaporodásról szól, hanem arról, hogy megtaláljuk a boldogságot az élet apró örömeiben. És érdekes a jelenet, mert Armin kezében egy levél van, viszont amikor vált a kamera, akkor már azt látjuk, hogy a kezében egy baseball labda van, ami ugye pedig Zeke-nek egy fontos emlék, és amikor visszaváltunk, akkor megint levél van a kezében, tehát innen látszódik az, hogy tulajdonképpen mindenkinek olyan formában jelenik ez meg, ez a boldogság, ami a homokból megformálódik, ami számára a boldogságot jelenti. És ez nyitja fel tulajdonképpen Zeke szemét arra, hogy nem csak a túlélés számít, és a halál, és a szaporodás, és ezek a nagyobb célok, hanem az élet apró örömei is fontosak, hogy eszébe jut a baseball labdázás ugye a tanárával, Quasarrel, és közben megjelennek régi, fontos karakterek, főleg Zeke-hez kapcsolódóan ott a pácokban, bár ezen a ponton még úgy tűnik, hogy nincsenek tudatuknál. Közben kint elkeseredett harcot folytatnak a többiek, és vegyük észre, hogy milyen cuki ez a kutyatitán. Ekkor viszont csodával határos módon Bertolt kolosszál tájtönnye az nem, hogy nem támadja meg őket, hanem megvédi Annie-t és a többieket a többi felélesztett Titan Shifter-től, és ekkor visszaváltunk a pácokba, és láthatjuk, hogy Zeke és Armin ugye meggyőzi őket, és felszabadítja a tudatukat, hogy még egyszer utoljára segítsenek nekik a harcban. Ami egy fájdalmas jelenet egyébként, de feloldozás Zeke karakterének is, hiszen az apjának is megbocsát tulajdonképpen, beszél Quasarrel, a tanárával, ő Armin is tud utoljára bocsánatot kérni Bertoltól, és még egyszer beszélni vele, de ez mindkét karakternek egyfajta feloldozás is a bűntudatuk és a nehéz érzelmek alól.
És az ilyen apró részletek miatt is zseniális ez az anime, például amikor ugye Gabi lelövi, fejbe lövi az okapi titánt, akkor láthatjuk, hogy hátulról tartja Levi, ugye óriási a rikoirja a fegyvernek, a visszacsapó ereje, és azért, hogy ne lökje le Gabit a Falco hátáról, ezért ugye Levi megtartja. Az ilyen apró, finom kis részletek rengeteget számítanak, hogy egy ennyire profi lesz és zseniális ez az anime. És hogy Annie elkapja a kiszabadult Armint, és megint csak a tenyerén hordozza, mint az első évadokban, és azt hiszem az első évadban volt, amikor még a fiatalabb Armint ugye ott tartotta, lehúzta a tutyját, meg a tenyerében tartotta, és ez ilyen Attack on Titan-ösen romantikus pillanat, ennél nagyobb romantikát nem kapunk, de mégis volt egy romantikája ennek a pillanatnak, hogy a kezében tartotta, és újra találkoznak így, és megmentette, és érződött közöttük a vibrálás tulajdonképpen. Nagyon szép jelenet volt, és rengeteg ilyen nagyon szép, rövid, de nagyon hatásos jelenet volt ebben az utolsó részben, ami megint csak egy zseni részé emelte ezt az egész utolsót. Tódóhoz és Itadorihoz hasonlóan Armin is a magas, szőke, nagy fenékkel rendelkező lányokat kedveli, hogyha értitek a Jujutsu Kaisen referenciát. És ezután folytatódik az epikség, hiszen legendás titánokat láthatunk újra akcióban. Megjelenik Eren Krüger Attack Titan-je, és nem csak megjelenik, de ugyanolyan pózban törik ketté a titánt, mint hogy annó a hajóval tette. Megjelenik Grisha Attack Titan-je, megjelenik Quasar Birka titánja, aztán pedig Zeke is megjelenik szokásához híven seppucéran, integetve Levi-nak, teljesen abszurd módon, hogy szerintem engem keresel, és örülsz, hogy látsz, mert én nem örülök, hogy látlak, és így integetnék, hogy hello Levi! Ekkor pedig Levi habozás nélkül levágja Zeke-nek a fejét, ezzel egyszer mint megállítva a Ramblingot is. Ezzel pedig két karakternek az íve is nagyon szépen lezárult, Zeke-t teljesen, Levi-t majdnem teljesen. Ugye Zeke-t már gyerekkorában agymosta az apja, nem volt igazi gyerekkora, már gyerekként arra készítette fel, hogy később milyen fontos küldetései lesznek és szerepe az eldélyek történetében, emiatt lett zakkant is, meg kicsit már gyerekként is Zeke és nehéz gyerekkora volt, aztán meg végig a katonaságban volt, végig küldetéseket teljesített, soha nem volt igazán gyerekkora, nagyon kevés hozzá közel álló ember volt, és nagyon kevés olyan ritka pillanat volt az életében, amikor csak önfeledten boldogan élvezte az életet, és hogy élhet. És itt az utolsó pillanatban ugye azt mondja, hogy milyen gyönyörű az idő. Itt az utolsó pillanatban képes volt elengedni a halálfélelmét, a küldetés tudatát, és csak élvezni az élet apró örömeit és boldogságát. Inkább nem tartott sokáig, hiszen pár másodperccel később már nyisszant is a nyakacskája. Levi pedig, ahogy korábban mondta, minden parancsát teljesítette Erwinnek, kérdés nélkül, mindig tökéletesen, az utolsót nem tudta egyedül, hogy ugye ölje meg a Beast Titant, ezzel próbálkozott évek óta, aztán az ötödik alkalom, amikor azt hitte, hogy majdnem megölte, és most így ötödik hatodjára most már tényleg sikerült, és ezáltal, hogy Levi beteljesítette ezzel a parancsot, többé már nem parancsokat teljesít, hanem felszabadult, úgymond a parancs és a katonai kötelessége alól, és most már azt teheti, amit ő szeretne tenni. Sokan nem értik a fórumokon, és óriási viták vannak azzal kapcsolatban, hogy miért állt meg a Rambling, és meg kellett volna állnia, vagy nem kellett volna megállnia a Ramblingnak. Annyi mindent összeolvastam ezzel kapcsolatban, hogy már én magam sem értem, hogy meg kellett volna. Annyi biztos, hogy ugye Zeke az mindig is, Zeke-nek a royal vére mindig is egy feltétel volt ahhoz, hogy Eren tudja használni a Thundernek az erejét, ezért kellett neki Zeke, ezért tartott ott bent a pálcoknál, hogy folyamatosan egyfajta royal vér akkumulátorként ott tudja használni ezt az erőt tulajdonképpen. Viszont ugye korábban Ymir-t kvázi mintha felszabadította volna azáltal, hogy megértette az ő szenvedéseit, tehát ilyen közvetlen kapcsolata lett Ymirrel, tehát már nem feltétlenül lenne szükséges Zeke az aktiváláshoz, de nagyon úgy tűnik, hogy még így is kell azért a royal vér ahhoz, hogy tudjon működni a dolog. Ugyanakkor, ahogy többen rámutattak fórumokon, mikor korábban Dinah-t megérintette és tudta irányítani a titánokat, akkor utána volt még egy ilyen legidőszak, amikor már nem érintkezett a Dinah titánjával, de még mindig tudott parancsokat adni, akkor itt miért nem tudott? Mások azzal érvelnek, hogy ott csak pár titánt irányított, itt meg gyakorlatilag 1 millió kolosszál titán, tehát ez picit más, itt kifogyott az akkumulátor, tehát hogy úgymond Zeke volt a Thunder erőnek az akkumulátora, amivel végtelenül tudta használni ezt az erőt, és onnantól kezdve, hogy elfogyott, már csak a sajátjából tudott táplálkozni, az pedig véges, az meg nem volt elég arra, hogy tovább irányítsa a kolosszálokat. Hogy akkor most meg kellett állnia, nem kellett, jó ez így, vagy plot hole, vagy nem tudom, ezt rátok, bízom, ezt vitassuk meg a komment szekcióban. Itt Zsán is kapott megérdemelten egy eszméletlenül vagány ODM gear jelenetet vagány zenével, és hát végül sikeresen fel is robbantja Erennek a nyakát.
És ez a jelenet, ahogy Bertolt korosszálya tartja a három titánt, és az ő kezükben pedig ott áll Armin, körben állnak a régi shifterek, akik segítették az egész akciót, és végül Armin berobbantja a kolosszát, az valami eszméletlenül szép, eszméletlenül látványos, és eszméletlenül epik egyben. És Eren legyőzésekor, felrobbantásakor éppen egy új élet születik ugye História babájának a személyében. Hogy itt a szimbolika pontosan mit jelent, csupán annyit, hogy itt véget ér egy korszak Erennel, ugyanakkor az élet megy tovább és egy új élet születik, vagy van valamilyen mélyebb kapcsolódás a kettő között, azt nem tudom, mindenesetre érdekes ez az átkötés. Ezután a hőseink egyesülnek a családjaikkal, ami nagyon megható önmagában, viszont azért érezzük, hogy az AOT ennél tragikusabb szokott lenni, és hogy valószínűleg itt még nincs vége a harcnak, és hát igen, a következő pillanatban egy óriási robbanással Eren megint csak átalakul, tehát nem, hogy nem halt meg, de még arra is van ereje, hogy megint csak átalakuljon. De nem csak, hogy átalakul, hanem egy iszonyatosan vagány, kolosszális Attack Titan formába alakul át tulajdonképpen. Ezzel kapcsolatban is van vita, hogy hogy lehet rá képes, hiszen itt már el van szeparálódva a haluci géniától, attól a lénytől, ugyanakkor Zeke-től is, tehát hogy hogyan képes egy ilyen formát használni, ami nem repertoárja az erejének, ugyanakkor Ymir még ott van vele, tehát ő segíthet neki megépíteni ezt a nagy titántestet. Megint mások azzal érvelnek, hogy ez egy teljesen logikus evolúciója az ő titánjának olyan szempontjából, hogy már van ugye Joe Titan ereje, van Warhammer ereje, van Attack Titan-je, meg ivott még folyadékot is még régen, meg minden picsaság, meg ott van neki Ymir is, tehát tulajdonképpen az összes titán erejét gyúrta össze egy final formába. Ilyen szempontból szerintem elég logikus, hogy létre tudott hozni egy ilyen elképesztően vagány, hosszúhajú, brutális, kolosszális Attack Titant. És ez még nem lenne elég para önmagában, hogy Eren is életben van, soha nem látott erőteljes formában, hiszen noha nagyobb volt ez a kúszó csontvász teste, de az nem igazán tudott harcolni, ez a teste viszont nagyon is tud harcolni, és emellett még ugye halucigénia is életben van, ráadásul elkezd kibocsátani egy ahhoz hasonló gázt, amit a Marlik használtak, titánnál való átalakításhoz Zeke segítségével, és hát igen, megtörténik a baj, és még egyszer utoljára megtapasztalhatjuk a titánok terrorját, talán még rosszabb formában, mint valaha, hiszen most itt nem katonákat alakít át ez a lény, hanem gyakorlatilag minden megmaradt eldiait, anyukákat, gyerekeket, Reiner anyukáját, Gabiékat, Annie apukáját, minden megmaradt szerettüket átalakítja titánokká, és ráküldi egy hadseregként ugye a főhőseinkre. És hogy Jean és Connie egymás vállát fogva, bajtársiasan, barátokként, büszkén, felemelt fejjel fogadják a halált, az valami elképesztően szép jelenet, ahogy Falcoék repülnek el a szeretteiktől, és Falco titán formában üvölt, hogy Gabit ott kell hagynia, átalakulnia, brutálisan szép jelenet. És hát megkezdődik a végső összecsapás, ahol Reiner, Annie és Peak halucigéniát próbálja megállítani, illetve felvenni a harcot az átalakított titánokkal, ugye Mikasáék pedig Falcóval Eren próbálják megállítani, miközben elképesztő látványosan Armin kolosszált áltönje összecsap Eren kolosszálisával. Szerencsétlen Reinernek a pokoli szenvedései látszólag soha nem érnek véget, hiszen rájárt a rúd az összes évad összes része alatt, de itt is, még a legvégén is konkrétan azok az emberek szedik szét, akiket a legjobban szeret, bajtársai, rokonai, anyja, Falcoé, Gabiék, ők próbálják szétmarcangolni, széttépni titán formában, borzasztó szegény. És hogy Mikasáék repülnek Eren felé, Mikasának elkezd fájni a feje, és egy baromi érdekes dolog történik, és innen már erőteljesen átkerülünk az elméletek birodalmába, amit nagyon nehezen tudok megmondani, hogy micsoda, nem is feltétlenül lesz igazam, ahogy elmondtam, de próbálok valami értelmet nyerni belőle. Ugyanis Mikasa felébred egy kis kunyhónál, egy nagyon szép hegyi füves tájnál, egy kis kunyhónál, egy kis kabinnál, ahol Eren ébreszti fel őt, és gyakorlatilag szinte szóról szóra ugyanazokkal a szavakkal, mint ahogy Eren ébredt fel a legelső részben, hogy milyen hosszú álma volt, hogy nagyon-nagyon hosszú álma volt, és hogy miért sír, ugye ugyanezekkel a szavakkal ébredt Eren a legelső részben. Lényegében Eren elmondja, hogy aznap, amikor megkérdezte Mikasát, ott ugye Marley földön, hogy mit jelent ő neki, akkor Mikasa azt mondta, hogy ugye Kazoku family, és ezt a választ adta Erennek, és ugye Eren mondta, hogy ha Mikasa másképp válaszolt volna, akkor lehet, hogy elment volna vele, és hagyta volna ezt az egészet a francba. De most nagyon úgy néz ki, hogy itt ebben az alternatív időségben talán
Mikasa más választ adott, és azt mondta Erennek, hogy őt szereti, sőt javasolt, hogy menjenek el együtt, és rohanjanak el ketten, és éljenek együtt, és ezt is tették tulajdonképpen, és már hónapok óta együtt laknak ebben a kis házikóban, és gyakorlatilag azt tervezik, hogy leélik Eren maradék 4 évét, ami maradt neki ugye a Titan Shifter erő miatt, ketten, békességben, szerelemben, boldogságban, mindentől távol, és semmi más nem érdekli őket. Itt viszont, ahogy kivettem Eren szavaiból, a Marlik támadják meg Paradiszt, és zajlik így a háború, tehát ez sem megoldás egyébként a problémára, hogyha ezt az utat követjük, csak más következményei vannak, míg az egyiknél ott ugye Marliknál követnek el óriási népirtásokat és óriási áldozatokat, addig itt a Paradiszt szigeten, szóval egyik sem igazán jó. Nagyon érdekes itt látni a felnőttebb, idősebb Erent rövid hajjal, mert hogy onnantól kezdve, hogy ugye megpuszilt a históriának a kezét, onnantól kezdve a jövője az kőbe volt vésve, éppen ezért szépen fokozatosan egyre jobban elhagyta magát, semmi nem érdekelte, hiszen úgysem tud változtatni rajta, ezért hagyta meg a haját is, hogy megnőjön, meg hogy ezáltal is ugye eltolja magát Mikaszától. Itt viszont a kis kabinnál, itt ugye együtt laknak, és hát nyilván tetszeni akar Mikaszának a maradék 4 évben, tehát foglalkozik a hajával, tehát ez szimbolizálja azt, hogy itt Eren egy más személyiség tulajdonképpen. Ekkor visszatérünk a harcra, és amikor már minden elveszni látszik, már minden karakterünk meghalni látszik, ekkor Mikasa felköti a sálat, és a egész részben először elhatározza magát, hogy szembeszáll Erennel, és megöli Erent. Levi még egyszer utoljára kap egy gyönyörűen meganimált, fenséges 3D manővel felszerelés jelenetet, berobbantja Erennek a fogait, Mikasa beröppen, és hát határozott mozdulattal levágja Eren fejét, ezzel megölve őt. Gyönyörű a szimbolika itt, hogy Erennek úgy tűnik, hogy a Rumbling alatt végig csukva van a szeme, ugyanis valószínűleg gondolom én nem tudja nézni azt az elképesztő mértékű népirtást és pusztítást, amit végez, inkább becsukja a szemét, és csupán akkor nyitja ki, amikor még egyszer utoljára Mikaszát fogja látni az élete folyamán. És ott tükröződnek a szemében Mikasa vonásai. Szintén nagyon érdekes a szimbolika, hogy rögtön az anime legelső jelenetei azzal indulnak, hogy Eren kinyitja a szemét, és Mikasa tükröződik a szemében, akkor még gyerekként, illetve aztán meg a madarak az égen, amik a szabadság szimbólumai, és itt a legvégén, élete utolsó másodpercében szintén Mikasa tükröződik a szemgolyóiban, tehát ahol kezdődött az egész, ott zárul az egész tulajdonképpen, és itt pedig Mikasa. És még korábban ugye, hát Mikasa, illetve a madarak jelentették a szabadság szimbolikáját, ami tükröződött a szemében, itt Mikasa az, aki a szabadság tulajdonképpen, aki felszabadítja a titán erő alól, a jövőbe bezártsága alól, és aki a végső legnagyobb szabadságot, a halál szabadságát megadja Erennek. Hogy mi történik itt tulajdonképpen, én úgy értelmezem, hogy Mikasa végig az egész rész alatt borzasztóan félt attól, hogy megöljék Erent, nyilvánvalóan, hiszen az utolsó beszélgetése az elég ergya volt Erennel, hogy Eren utálja őt, soha többé nem akarja látni, nem tudom, és még egyszer utána már csak akár beszélni is akart Erennel, nyilvánvalóan nem akarta, hogy úgy legyen vége, hogy az utolsó mondatuk, nem tud még vele kicsit beszélni, vagy akármi. Nagyon félt attól, hogy megöljék Erent, ez többször is a rész folyamán nyilvánvaló volt. Itt viszont, hogy szálltak Eren felé, elkezdett fájni a feje, a következő pillanatban meg már elhatározta, hogy na, akkor ő megöl Erent, és pontosan tudta is, hogy hol van Eren. Ez nem lehet véletlen. Szerintem Eren azt csinálta, szerintem, hogy azért, hogy Mikasa képes legyen megölni őt, és azért, hogy ne úgy búcsúzzanak el egymástól, megajándékozta tulajdonképpen Mikasát egy utolsó közös élménnyel. És gyakorlatilag szerintem a pácokban létrehozott egy kis alternatív valóságot, ahol ők együtt elszaladnak, és 4 évet együtt élnek, és gyakorlatilag tényleg leélik ezt a 4 évet szerintem együtt, és amikor ott lejár a Titan Shifter ideje, és meghal ebben a kis pakit dimenzióban, az pontosan akkor van, amikor ugye levágja a valóságban a fejét, tehát picit így átmosódik a kettő egymásba, de lényeg a lényeg, hogy azért csinálja ezt Eren, hogy hát még legyen együtt egy boldog életük és éveik Mikaszával, hogy, és ennek köszönhetően a 4 év alatt Mikasa már el tudja fogadni azt, hogy neki kell megölni Erent, és így már magabiztosan meg tudja tenni, amit meg kell tennie. Hogy miért pont itt a legvégén csinálta ezt Eren, az azért van szerintem, mert hogy ugye az Ackermanoknak az emlékeit nem igazán lehet manipulálni, csak úgy
részben, meg az a pálcokhoz azért oda tudta vinni őket, azt láthattuk korábban, de az emlékeiket nem lehet manipulálni, ezért itt az utolsó másodpercekben kellett neki megcsinálnia ezt, hogy, mert korábban nem tudta nyilvánvalóan, mert akkor Mikasa emlékezne ezekre, de itt kellett ezt átélnie, és abban az egy másodpercben Mikasa tulajdonképpen 4 évet leért egy alternatív kis Pakit Dimensionben. Erről is óriási viták vannak, hogy ez a kis kabin dimenzió, ez tulajdonképpen micsoda. Egyesek azt mondják, amit én is gondolok, hogy ez a pálcokon belül létrehozott kis mini dimenzió, amit Eren azért hozott létre, hogy itt tudjanak élni egymással. Ugyanakkor elég meggyőző érvek vannak azzal kapcsolatosan, hogy miért nem az. Egyrészt, hogy itt láthatóan telik az idő, számolják a napokat, míg a pálcokban ott láthatóan úgy nem igazán volt az idő, mint koncepció nem létezett. Másrészt, hogy Eren itt egy teljesen más karakter, nem tud a jövőről, nem tud a jövőbeli eseményekről, nem él az időbe zárva, hanem látszólag kitört az időnek a fogságából. Élelmet gyűjtenek, fát vágnak, ami kell a túléléshez, ami a pálcokban megint nincs szükség, de persze ez megint csak lehet szerintem, hogy egy realisztikus kis dimenziót hozott létre a pálcokon belül mindenre, ahol van idő, ahol kell élelmet szerezni, stb. Ezt meg lehet csinálni szerintem ott. Nem tudom, elképzelhető mind a kettő, az is elképzelhető, hogy Eren ilyen multiverzumosan, DCU-san átvitte egy másik idővonalba Mikasát, és azt az életet élték le ott, ami mi történt volna, ha ott elszöknek, és aztán visszahozta az originál idővonalba. Ezt azért nem gondolnám feltétlenül, mert hogy az egész Attack on Titan-nek az idő elmélete az egy zárt hurok, ahol tulajdonképpen nem tudsz változtatni a jövőn, csak a jövőből nyúlsz vissza a múltba egy ilyen paradoxikus módon, hogy a jövő megtörténhessen, de semmit nem tudsz változtatni, minden úgy történik, ahogy már előre megvan érve, és hogy előre megtörtént. Tehát egy zárt időrendszer, ezért nem gondolnám feltétlenül, hogy át tudja vinni egy másik időségbe. Nem tudom, minden esetre borzasztóan érdekes és izgalmas elméletek vannak ezzel kapcsolatosan, hogy mégis mi történt ott ennél a kabin jelenetnél, ennél a kunyhós jelenetnél, hogyan kell ezt értelmezni, és baromi izgalmas. Írjátok le ti is a kommentekben, hogy mit gondoltok róla. És van még egy ilyen kis elmélet morzsa, ami megint csak megborította az agyamat és a tiéteket is megfogja szerintem, az az, hogy ugye itt, ahogy elbúcsúzik Mikasa, itt a kis kabin jelenetnél azt mondja, hogy see you later, Eren. És ami érdekes, hogy az anime legelső részében, amikor Eren felébred, akkor ugye ott van egy jelenet, ami az animéből kimaradt, a mangában viszont benne van, hogy Eren azt mondja, hogy ilyen hosszú Mikasának a haja. Mert hogy ő rövidebb hajjal emlékszik rá, tehát mikor volt rövidebb haja, ott a kunyhós jelenetnél, meg a legvégén, amikor levágja a fejét. Tehát gyakorlatilag, mintha ott kezdődne el az anime, amikor meghal Eren, akkor onnantól indul újra gyakorlatilag az anime, onnantól kezdve, hogy Eren alszik a fánál, és egyesek erre azt mondják, hogy itt egy idő loop van, amiben egy halálánál visszakerül és újra át kell élni az eseményeket, mások azt mondják, hogy csak a kunyhós jelenetből került ide-vissza, és Mikasa azáltal, hogy megölte Erent, megszakította ezt a time loopot, és ezzel ugye véget ért. Valaki azt mondja, hogy csak arról van szó, hogy megkapta az emlékeket Eren tulajdonképpen egy álom formájában egészen odáig, hogy meghal a történeti végéig, már az anime legelső pillanatában, csak ugye csak ilyen homályosan emlékszik rá, meg aztán teljesen el is felejti, de tulajdonképpen csak az emlékeket kapja meg, és ennyiről van szó. Hogy hogyan tudja megkapni, mikor itt még nincs ereje, hát így az utakon keresztül, azok ugye minden eldjait összeköttek, így átszivárogtak az utakon keresztül ezek az emlékek Erenhez tulajdonképpen. Nagyon érdekes és izgalmas teóriák vannak megint csak, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Na de visszaugorva a jelenbe, Mikasa megcsókolja Erennek a levágott fejét, ami szerintem az egyik legtragikusabb csók, mind az animék, mind a filmek, sorozatok és audiovizuális média történetében, és nem csak azért, mert egy levágott fejet csókol meg, ami már önmagában elég groteszk, de hogy ő ölte meg, ezt ő vágta le ezt a levágott fejet, aki a szerelme, akit egész életében szeretett. Ráadásul, ami még, hogy mondjam, durvábbá teszi az egész jelenetet, hogy ez az ő életük első és egyben utolsó csókja is, legalábbis a valóságban nyilván ott a kunyhónál azért csókolóztak, meg gondolom kamatyíroztak egy kicsit, de hogy a valóságban ez az életük első és utolsó csókja, ami egyszerre teszi egy ilyen tragikusan, groteszken, gyönyörűvé, romantikussá és szomorúvá ezt az egész jelenetet. Mögöttük pedig Jimin rá, ezúttal már mosolyogva, hogy ez miért történik, arra kicsit később visszatérünk. The final chapter, toward the tree on that hill. Ekkor pedig ugrunk a gyerek Armin és gyerek Eren beszélgetésére, ami megint számos kérdést fel fog vetni. Itt Eren elmondja, hogy az volt a terve tulajdonképpen, hogy
Arminék legyőzzék őt végül, ezáltal pedig hősök legyenek, és mivel az eldiaiak győzik le őt, így az eldiaiak hősök lesznek, és gyakorlatilag megismétlik Kelosznak a Tiberökkel az akcióját, hogy az eldiaiakat hőssé teszik, és ezáltal a világ majd nem akarja megtámadni őket. Úgyhogy a 20%-a megmarad a világnak, 80% elpusztult, kiegyenítettek az erőviszonyok, de hősök is az eldiaiak is, hogy nem egy rossz terv egyébként Eren részéről, hogy hőssé teszi a főhőseinket, ezáltal biztosítva úgymond a boldog és békés jövőjüket. Ezután Eren azt is elmondja, hogy Ymir tulajdonképpen azért engedelmeskedett 2000 éven keresztül King Fritz parancsának, vakon és rabszolgai módon, mert hogy szerette őt. Ezt elsőre picit nehéz volt így lenyelnem és megemésztenem, mert hát miért szeretne egy olyan embert, aki egész életében kegyetlenül bánt vele, és semmi szeretetet nem kapott tőle tulajdonképpen. Viszont aztán, hogy elkezdtem gondolkodni, visszanézegettem jeleneteket, rájöttem, hogy van némi valóság alapja, illetve ismerjük a Stockholm-szindrómát is, ahol tulajdonképpen az abúzáló szemébe szeret bele az áldozat tulajdonképpen. Ez egy létező jelenség, ami megtörténik a valóságban is, miért hát történhetett volna meg Ymirrel is. Így viszont már világos, hogy miért Mikasa volt az, aki fel tudta szabadítani Ymirt tulajdonképpen a saját átka alól, hiszen Mikasa hasonló cipőben jár, mint Ymir, van egy olyan autoriter személy az életében, aki nagy hatalommal bír, ő brutálisan szerelmes belé, viszont nemhogy nem viszonozzák ezt a szerelmet, de sokszor még elég bántóan és abuzívan viselkedik a másik, ahogy láttuk ezt Erentől több alkalommal is, illetve a legvégén is, amikor határozottan elutasítja Mikasát, igaz, azt okkal tette, hogy elteszítse magától, de akkor is egy hasonló helyzetben van Ymir, mint Mikasa, egy beteljesületlen szerelem, akit mégis, aki folyton elutasítja, mégis vakon követi őt, és mindig próbálja megmenteni, és a közelében lenni, és nem tudja elengedni ezt a szerelmet. Na már most Mikasa tulajdonképpen azt tanította meg Ymirnek azáltal, hogy megölte Erent, hogy a szerelem az nem rabszolgaság. Attól, hogy szeretünk valakit, nem kell engedelmeskednünk neki, nem kell mindig a kedvére tenni, nem kell követnünk őt, hanem felléphetünk ellene, hogy a szerelem az nem a legnagyobb rabszolgaság, hanem a szerelem az a legnagyobb szabadság tulajdonképpen, ami felruház ezzel az erővel. És azáltal, hogy Mikasán keresztül Ymir képes volt ezt megtapasztalni, hogy annak ellenére felléphetünk valakinek az elnyomása ellen, hogy baromira szeretjük őt, hogy Mikasa képes volt megölni az egyetlen igaz szerelmét az élete folyamán, így Ymir ezt megtapasztalta, ezen keresztül képes volt ő is szembeszállni King Chrisnek a parancsával, és így végül feloldotta a titánoknak az erejét, ezzel megsemmisítve az összes titán, tehát végeredményben nem Eren legyőzése okozta a titánok megsemmisülését, hanem Ymirnek a felszabadulása önön átka és a saját szerelmének a rabszolgasága alól. Ezután Eren elmondja, hogy kvázi beleőrült a Founding Titannek az erejébe, hiszen egyszerre kellett megtapasztalni a múltat, a jelent és a jövőt, mert a Founding Titannek ezek nincsenek, ezek egyszerre vannak jelen, egyszerre látott mindent, egyszerre tapasztalt mindent, és ez a legjózanabb, legérettebb embert is az őrületbe kergette volna, nemhogy Erent, aki egy viszonylag éretlen személy úgy alapvetően is. Ráadásul, ami még rosszabb, hogy az egész kiváltó eseményt, hogy az anyját megette Dainának a titánja, ami egy bosszúszomjas emberé tette Erent, aki el akarja pusztítani a titánokat, ami beindította az egész plotot, itt elmondja Eren, hogy tulajdonképpen ő csinálta, ő volt az, aki Bertoltól elküldte Dainát, és ráküldte az anyjára, hogy megegye, ezáltal megteremtve őt, Erent, megint csak egy ilyen időparadoxon keretében, aki végül el fog jutni oda, ahova eljutott. Ez megint felvet kérdéseket, és nagy viták vannak ezzel kapcsolatban, hogy mégis Eren erre hogy lehet képes, hogyha akkor még nem is volt ereje, de hát úgymond a jelenbeli Eren tud visszanyúlni a múltba, és a múlt eseményeit megpiszkálni a kedve szerint. Tehát ugye a jelenbeli Eren csinálta ezt, ahogy visszanézett a múltba, és látta, hogy ez történik, és akkor ott picit megváltoztatta az eseményeknek a folyását, úgy, hogy az oda vezessen abba a jövőbe, ami ugye el van rendelve. Ezután folytatódik a beszélgetés a tengerparton, ugye csupa olyan helyszínen járunk, amit gyerekként fel akartak fedezni Arminnal, és Eren elviszi tulajdonképpen Armint ezekre a helyszínekre. Folytatódik a beszélgetés, és Eren azt mondja, hogy azt akarja, hogy Mikasa boldog legyen, de nem akarja, hogy más találjon, és hogy legalább 10 évig gyászolja őt, és nem tudom. És itt először azt gondoltam, amit Armin is mond neki, hogy tud ilyen szánalmas dolgot mondani, hogy te jó Isten, az Eren ez mennyire szánalmas, hogy ilyet mond. Ugyanakkor mégiscsak nagyon tetszett ez a jelenet másodszorra belegondolva, mert ez mutatja meg azt, hogy valójában Eren még egy gyerek. Eren nem egy kiforrott személyiség. Eren egy 19 éves srác, aki
A fél életét traumával töltötte, mert már 10 évesen gyilkolnia kellett embereket, és aki aztán meg az élete utolsó éveit egy isteni hatalommal bíró lényként a múlt, a jelen és a jövő egyszerre megélésével ennek a rabszolgaságában meggyötörve élte le, egy kissé zakkan, de alapvetően egy éretlen gyerek, aki csupán nagy hatalomra tett szert, és aki nem akart más, mint megóvni a barátait, megóvni a szerelmét, minden másra tekintett nélkül. Egy éretlen gyerek óriási hatalommal, ami szerintem szép párhuzam egyébként sokszor a mai világunkra, főnökökre, cégvezetőkre, politikusokra, hogy látszólag elképesztően ostoba, éretlen, inkompetens emberek jutnak olyan hatalomhoz, ami országok, kontinensek, vagy akár az egész bolygónk sorsára hatással lehet. És ugye Mikasa előtt próbált éretten mutatkozni, hogy ne bántsa ezekkel a szavakkal Mikasát, hogy aztán el tudja engedni őt, és boldog életet tudjon élni, ezért mondta, hogy felejts el engem, vedd majd le a sálamat, viszont Armin előtt meg tudja mutatni az igazi énjét, és most újra, még egyszer újra láthatjuk Erennek az igazi énjét. Mert onnantól kezdve, hogy megpusztít a história kezét, egyre befelé fordulóbb, egyre depressziósabb, egyre komolyabb lett, és egyre inkább felvette, és először még Armin előtt is felveszi ezt az érzelemmentes attitűdöt, aztán amikor Armin arcon csapja, egy jó jobb horoggal, parasztlengővel, akkor ébreszti fel kicsit ebből, hogy hé, hülye gyerek, itt vagyunk a pácokban, nem kell most már előttem játszolni a kemény fiút. Ekkor mutatkozik meg Erennek újra, még egyszer utoljára az igazi énje, az éretlen gyerek, aki ott van belül, aki sír, aki nem akar meghalni, aki csak a barátaival akar lenni, és aki csak jót akar nekik, és aki nem akarja ezt az egész Funding Titan-ös dolgot, benne is van az openingben, az előző évad openingben, hogy soha nem akartam király lenni, nem akartam király, nem akarta ezt az erőt és a felelősséget, de megkapta. És meg kellett mindent tennie, végig kellett járni az előre rendelt utat, azért, hogy felszabadítsa a titánok erejét, és megmentse a barátait. Egy szörnyű sors, egy szenvedő, éretlen gyerek van mögötte. És itt megint csak van egy érdekes jelenet, ahol Eren azt mondja, hogy kipróbálta, letesztelte számtalanszor, és nem lehetett megváltoztatni a jövőt. Sokan úgy értelmezik megint csak, hogy ilyen párhuzamos idősíkos, multisíkos dolog, és Eren letesztelt többfajta jövőt, de szerintem nem erről van szó, mert megint csak én egy zárt rendszernek látom itt az idősíkját az Attack on Titan-nök. Szerintem azokra a pillanatokra utal Eren, mint a Mikaszás beszélgetés, mint Sasha halála, mint amikor fegyverrel lőtt, és hogy így tesztelgette, hogy változik-e bármi a jövőre nézve, és semmi nem változott. Minden mindig ugyanúgy történt, ahogy előre látta az emlékeiben, tehát inkább erre gondol Eren, mint sem párhuzamos idősíkokra, ahol ő párhuzamos döntéseket hozott. És aztán megint csak érdekes dolgok hangzanak el, mert Eren először azt mondja, hogy a barátaiért tette az egész Ramblingot, később viszont bevallja, amit már korábban is pedzegetett Issamaja, és beszéltünk erről, hogy Eren tulajdonképpen azt az ideát akarta viszont látni a világban, amit a könyvekben látott. Az üres, emberek nélküli felfedezésre váró világot, ami a szabadság jelképe és szimbóluma volt számára, aztán amikor látta, hogy ott emberek vannak benépesítve emberekre ez a világ, akkor csalódott a világban, és el akarta törölni az egész világot. Hogy ez mit mond el Eren karakteréről, hogy mennyire gyerekes, vagy mennyire gonosz, vagy mennyire nem jó ember, vagy nem tudom, az már interpretáció kérdése, viszont itt azért bevallja, nyíltan és őszintén, hogy ő igazából el akarta pusztítani az egész világot, amit szintén bevaló és szintén nagyon fontos, hogy azért kellett ennek az egésznek így alakulnia, mert ő egy idióta, elmondja, hogy ő nem tudott más jövőt kigondolni, vagy más megoldást, ezt vitte végig, és mert ő egy idióta, és ha ez más emberhez, egy kompetensebb, érettebb, ügyesebb emberhez kerül ez az erő, akkor lehet, hogy nagyon más, hogy alakul a jövő is, és az egész események, de ez Erenhez került, és így ő ezt tudta kihozni belőle sajnos. Nagyon megható a jelenet, ahol abban a vértócsában fogak és hajszálak között ott beszélgetnek, egymást nyugtatják és megbeszélik, hogy találkoznak a pokolban. Erőteljes jelenet, megható is, a végén megölik egymást, egy pillanatra megijedtem, hogy smárolnak és egy ilyen Eren Armin lesz belőle. Nem, hála Istennek, megölik egymást és itt visszaugrunk, nem a jelenbe, a múltba ugrunk vissza, amikor a kikötői csata után Armin áll a hajón, ezt abból látjuk, hogy ugye beszél Annival is, ott véres a pólója, ott ugye a csata után, és ott korábban, amikor még anno originálban néztük, akkor is volt egy ilyen zizije Arminnak. Na, ez ekkor történt Arminnal, ez volt az utolsó beszélgetése Erennel immáron felnőttként, csak ugye Eren mindig kitörölte az emlékeit. Az én értelmezésemben Eren
Visszament, már gyerekként találkozott a pácokban Árminnal, és megmutatott neki dolgokat, és elmesélte neki a jövőt, aztán nagyobbként, aztán még nagyobbként, aztán teljesen felnőttként, tehát az egész életében látogatta Árminnt tulajdonképpen, csak mindig kitörölte az emlékeit, tehát más, mint Mikasa esetében csak ott, amikor Falco hátán utaztak, csak akkor látogatta meg, akkor viszont hosszú időre, mert neki ugye az emlékeit nem tudta manipulálni, de Árminnt ki lehetett törölni, ezért egész élete folyamán látogatta tulajdonképpen már gyerekkorától kezdve visszautazva így az időben valahogyan. Nagyon érdekes. Ezután visszatérünk a jelenben, látjuk a már éppen oldódó óriási titántesteket egymás mellett, és hát láthatjuk azt is, hogy a kolosszálok is feloldódnak, Halucigénia is meghalt, és gyakorlatilag győzedelmeskedtek, rend legyőzték a titánokat, a Ramblingot, és mindent pedig megsemmisítettek. És a főhőseink nem utolsó sorban, persze nagyon fontos, visszaalakultak normál emberré. És az is kiderült egyébként, hogy Eren nem csak Armint és Mikasát látogatta meg, hanem az összes barátjával beszélt, mondott nekik dolgokat, csupán kitörölte az emlékeiket. Ebből is látszik, hogy mennyire fontosak voltak a barátai Erennek, csupán szándékosan ellökte őket azért, hogy képesek legyenek ebben a végső csatában megállítani és végül megölni őt. Levi előtt megjelennek a halott scoutok szellemei, és egy utolsó Shinsova Sasageyo keretében elpárolognak a szellemei. Ezt úgy értelmeztem, hogy egészen idáig ezek a lelkek tulajdonképpen a pácokba voltak bezárva, és most tudnak tulajdonképpen végső nyugalomra lelni a túlvilágon, akármi is legyen az. Minden esetre gyönyörű jelenet volt, ahogy Levi elbúcsúzott, és azt mondta, hogy ezért a végkifejletért adták a szívüket tulajdonképpen. Jean és Connie is el tud búcsúzni Sasától ilyen formában, illetve még Mikasa is találkozik Ymirrel, aki immáron felnőtt változatban van, és immáron vannak szemei, ezzel is mutatva, hogy felébredt a rabszolgasságon, illetve felnőtt és érett, felnőtt lett belőle azáltal, hogy képes volt ő is lemondani a szerelméről, szembeszállni King Fritzzel, visszaalakítani a főhőseinket, feloldani a titánokat, és végül az egész halhatatlanságot, az egész pácokat, mindent feloldani, és tovább lépni a túlvilágra. Ami itt jelentett látunk, hogy a király le van szúrva, és Ymir megöleli a gyerekeit, ez csupán szerintem egy elképzelt másik valóság Ymir részéről, ez nem történt meg, ez csak annyiról szól, hogy elképzeli, hogy mi lett volna, ha ő is Mikasához hasonlóan szembeszáll King Fritzzel, és leszúrja, és védi a gyerekét, akkor ez az egész soha nem történt volna meg, ez csak elképzeli, ahogy eltávozik a túlvilágra. Végül 3 évet ugrunk az időben, amit látunk História gyereke kapcsán is, illetve História narrája nekünk, hogy tulajdonképpen a főhőseink béke nagykövetként térnek vissza Paradis szigetére, illetve a szigeten a jégeristák lettek az uralkodóak, akik megint csak újra csatára készülnek, csatába szólítanak. Tehát, hogy Eren megjósolta, a konfliktus az nem szűnt meg, az benne van az embernek a természetében, viszont nagyon fontos az, hogy az egyes emberek hogyan cselekednek, és hogy História mondja, ez nagyon fontos a történet szempontjából, hogy nem csak Eren döntései miatt alakult így ez a történet, hanem minden egyes ember, minden egyes döntése nagyon fontos volt a történet szempontjából, hogy ez végül így alakult. És végül jönnek a záró képsorok, ahogy Levi nyalókát osztogat, anyankoponék segítkeznek az újrakezdésben, Gabi és Falco közösen fát ültetnek, mint az új generáció, új reménység, új élet szimbólumaként. Mikasa pedig Eren sírjánál ül, annál a fánál, ahol mindig üldögélt Eren, ahol végső nyugalomra lehet, ott síratja szegény Erent, és ahogy azon gondolkodik, hogy szeretné újra látni, megjelenik egy madár, aki le akarja venni a sáját. Itt sokan gondolkodnak, hogy itt talán Eren reinkarnodott madárként, de szerintem ez csupán egy szimbolika arra vonatkozóan, hogy ugye Eren azt mondta, hogy vegye le a sáját, és ezáltal próbálja elengedni Erent a halála után, és ez így jelenik meg a szabadság a madár szimbólumaként. És végül a záró jelenetek következnek, ahogy a barátai meglátogatják Erent a sírjánál, aztán pedig megint csak vitát generáló jelenetek következnek, ahol ugye azt láthatjuk, hogy Mikasa látogatja már idősebben Erennek a sírját, és van mellette egy férfi, valaki azt mondja az Armin, valaki azt mondja az Jean, akivel összejött tulajdonképpen, aztán pedig egy egész család van ott, valaki azt mondja, hogy História az, mindent mondanak, aztán láthatjuk, hogy ott vannak már a gyerekek és az unokák, tehát kvázi nekem úgy tűnik, hogy Mikasa végül boldogságra talált, ahogy Eren szerette volna, lett saját családja, és de végül azért Eren mellé temették, Eren sájával, és tulajdonképpen ez jelképezi azt, hogy azért örökké szerette Erent, és a túlvilágon egyesültek, de azért megpróbált egy normális boldog életet élni így Eren nélkül is. Mások azzal érvelnek, hogy a 4 fehér virág például, meg egyéb jelek alapján ő végig szűz maradt, és végig
Erent megválta tulajdonképpen, soha nem házasodott, soha nem lett boldog, ott mást látunk. Tehát mindenféle elmélet van, én nem igazán tudom, hogy mit gondoljak, hogy minek örülnék a legjobban. Nehéz, nehéz. Talán annak, ha Mikasa tovább lépett volna, és azért tudott volna normális életet élni. Ettől még ugye gyászolhatja Erent, és szeretheti örökké, de azért tud egy normális életet élni, és aztán pedig a túlvilágon, a halálban újra egyesülnek és újra találkoznak. Aztán végül láthatjuk, hogy őrületesen sok idő telik el a város fejlettség és technológiai szintjéből ítélve. Nemhogy évtizedek, nemhogy évszázadok, talán 1-2000 év is eltelik, talán 2000 év újra az egy szép kerete lenne az egész történetnek, hogy megint eltelik 2000 év, akkor olyan eszméletlenül fejlett épületek vannak, ahol lebombázzák egy háború során egész Paradis szigetét tulajdonképpen, ami egy elég szomorú és tragikus és borús vég, hogy a konfliktus végül folytatódik, viszont azért azt is látni kell, hogy Eren azért egy 1-2000 évre csak békét teremtett a szigetre, viszonylagos békét, tehát nem volt hiába való az ő halála, mint ahogy sokan írják szerintem, úgyhogy borús vég, de azért a legvége pedig reményre ad okot. Ugye sokan írják a ciklikusságát, hogy megint megjelent egy fiatal valaki a fa előtt, ugye Eren fája előtt, valószínűleg ott megint csak ott van halucigénia egy új formában. Viszont fontos látni azt, hogy amikor Ymir ment be a fához, akkor éppen az életéért menekült, megsebzetten, és ezért kapott ilyen groteszk, félelmetes, pusztító erőket a titánok formájában. Az a fiatal, aki nem tudom, srác vagy lány, aki sétál oda a kutyájával, ő kíváncsi, reményteli, felfedez, ezáltal lehet, hogy egészen más, sokkal pozitívabb, világra sokkal pozitívabb hatást gyakorló erőt kap tulajdonképpen halucigéniától. Tehát egyáltalán nem kell, hogy ez a titános, borús, háborús időszak újra egy körforgásban megteremtődjön, legalábbis én reménykedőbb vagyok, ilyen szempontból optimistább. Ha a karaktereket nézzük, akkor tetszik, hogy a lezárásban gyakorlatilag a legtöbb karakternek a karakteríve az kicsúcsosodott, kapott egy jó lezárást, és úgy befejezetnek érzem a karakterüket. Zeke-ről és Levi-ról beszéltünk, akik sok más karakterhez hasonlóan elnyerték az áhított szabadságot. Zeke önnön világlátás alól szabadult fel, Levi pedig az utolsó parancsa teljesítésével többé nem parancsokat teljesít, hanem a saját életét éli. Ott van Reiner, akinek az egyik legszebb karakteríve van az anime folyamán, aki mindig is hős szeretett volna lenni, de soha nem sikerült neki, és soha nem sikerült olyan emberré válni, aki megvédi a szeretteit, és annyira beleőrült ebbe, hogy egy tudathasadása is lett tulajdonképpen. De most itt a legvégén neki ténylegesen sikerült azzal a pajzsá válni, azzal az armorrá, Armor Titanné, aki ugye halucigéniát megfékezte a végén, aki megvédett mindenkit tulajdonképpen. És ő lett az új Helos gyakorlatilag, az igazi Helos, aki egy hősként ott megmentett mindenkit gyakorlatilag. A ráadásul a legvégén az anyja is elismerte neki, hogy amikor kérdezi Reiner, hogy nem baj, hogy nincs már titán erő, mondja neki az anyja, nem a titán erőt számít, mert én téged szeretlek, és te vagy a fontos nekem. Ezáltal Reiner karaktere egy végső, még teljesebb felszabadulást kap, hogy nem a titán erejével azonosítják, nem annak kell megfelelnie, hanem ő önmaga lehet, és önmagát szeretik. Tulajdonképpen ezzel az ő karakterével is lezárult. Armin Eren legyőzésével végre megbocsáthat magának, amiért ő élte túl, ő született újjá, és végre úgy érezheti, hogy érdemes az életre. Mikasa pedig az Erennel töltött 4 év után, önként véget vetve, Eren életének békés életet tudott leélni Erennel a szívében. Bár azért őszintén meg kell vallani, hogy Mikasa sorsa vagy karaktere a legtragikusabb az egész sorozatban, mikor végre valóra vált a szerelme, akkor egyben el is kellett búcsúzni a tőle, ráadásul a saját kezével véget vetni, és az egész életét Eren nélkül leélnie. De legalább volt ott 4 szép évük, ami még mindig nagyon jó, de még mindig Mikasának szerintem a legtragikusabb és legszomorúbb a sorsa az egész animében. Jean hősként végre azt az életet élheti, amire mindig is vágyott, a kényelmes életet, ugyanakkor a vezetői képességeit is kiélheti. Connie-nak sikerült megmenteni az anyját és őt felszabadítani, meg hát ő koniskodhat tovább. Annie visszatérhetett az apjához, ami mindig is nagy vágya volt, illetve most már vannak emberi kapcsolatai, olyan emberek körülötte, akik foglalkoznak és törődnek vele. Falco és Gabi végre újra egyszerű gyerekként élhetik az életüket, egymásra vigyázva. Egyedül talán História karaktere az, akit így érdemtelenül félre lett dobva szerintem, itt nagyon szépen felépítették az évadok folyamán, egy erőskezű vezetővé, egy beérett karakterré, és aztán meg terhes lett, és így na akkor sit, menjen elfele, azt te menjél szűni, azt ennyi, hello, szia. Mert a végén azért visszahoztak, hogy itt is van valami vezető szerepe, ott fogadja ugye a hajót, de szerintem érdemtelenül kevés screen time-ot kapott, tehát az ő karakter ívével azért nem vagyok megelégedve. És végül ott van Eren, akinek a karaktere annyira komplex, és a vele történt események annyira komplexek, hogy nagyon nehéz ítéletet hozni,
hogy milyen ember ő, milyen az ő karaktere, milyen az ő karakteréve. Kicsit azt érzem, hogy mindenkinek igaza van és senkinek nincs. Tehát ez is szép ebben az animében, hogy gyakorlatilag bármit beleolvashatunk Eren döntéseibe, személyiségébe, az egész animébe, a végkifejletbe, hogy mi történt, és nagyon sok teret hagy arra, hogy mindenkinek meglegyen a saját véleménye róla, és sok vitát lehet folytatni róla, ami eddig is egy szépsége volt ennek az animének, az ezután is az lesz. Ami viszont biztos, hogy Eren a céljait elérte. Erennek ugyanis az volt a célja mindig is, hogy megvédje a barátait és a szeretteit, boldog és hosszú életet biztosítson nekik, elérje az áhított szabadságot, és eltörölje a titánokat a föld színéről. Na már most az anime végére megvédte a barátait és a szeretteit, egy-kettőt leszámítva, aki meghalt a processben, de nagyjából sikerült megvédeni őket. Nagyon úgy tűnik, hogy a barátai életében egészen biztosan nem volt újabb háború, tehát sikerült egy békés életet biztosítani nekik. Elérte az áhított szabadságot, még ha nem is teljesen úgy, hogy tervezte volna azáltal, hogy meghalt és felszabadult a titánerő átka alól, illetve eltörölte véglegesen a titánokat a föld színéről, ahogy ígérte. Én összességében elégedett vagyok a történet lezárásával. Az nem tetszett volna, hogyha nagyon boldog a vége, és Ren esetlegesen mégis túléli valahogy, és mégis feloldják a titán erőket, és Mikaszával boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Túl sok rossz dolgot tett ahhoz, hogy ez így működőképes legyen, így nem lett volna megérdemelt ez a boldog happy end vég, és nem is illett volna annyira az Attack on Titanhöz. Azt sem tetszett volna viszont, hogyha aki ott a végén mindenki átalakult titánna, az végül meghal. Az túl tragikus lett volna, túl dark, túl nehéz, az túl fájdalmas lett volna. Így, hogy azért voltak áldozatok, voltak nehézségek, de azért a főhőseink úgy, ahogy nagyjából életben maradtak, ez így nekem pont Attack on Titan-os. Ez a keserédes vég, ami egyszerre boldog, de egyszerre tragikus, egyszerre sikerült győzni, ugyanakkor egyáltalán nem lesz könnyű a jövő ettől függetlenül, küzdeni kell továbbra is a boldogságért, és a szabadságért, és a békéért. Ez a keserédes mixtúrája a végnek, ez nekem teljesen Attack on Titan-os volt, és én ezzel elégedett vagyok. Az, hogy végül a háború folytatódik a szigeten, és végül elpusztítják Paradis szigetét tulajdonképpen ott 1-2000 évvel később, az egy elég szomorú vég, amit annyira nem tetszik. Szerettem volna ennél picit nyitottabb, hogy bízzuk a főhőseinkre, hogy sikerül egy békésebb jövőt teremteni, ugyanakkor passzol Isayama történetvezetéséhez, és azhoz az üzenethez, amit át akar adni, hogy a konfliktus és a háború az soha nem áll meg, mindig is örök lesz, amíg lesz ember a bolygón. Ez egy végig futó téma már az első résztől kezdve az animében tulajdonképpen. Illik a végéhez is. Ennél egy fokkal optimistább vagyok, én szeretem ezt úgy elképzelni, vagy azt az üzenetet levonni belőle, hogy persze konfliktus az mindig lesz, de hogy a főseinkhez hasonlóan mi individuális emberek tehetünk azért, hogy mindig fogunk tudni tenni azért, hogy jobban megértsük egymást, hogy találjunk kapcsolatot egymás között, és hogy közösen teremtsünk meg egy boldogabb jövőt tulajdonképpen. Fájdalmasan szép és reménytelien tragikus ez a vég. Két dolog, ami picit zavar még az anime lezárásával kapcsolatban, az egyik az, hogy én még néztem volna. Tehát kicsit olyan, mintha egy finom tortát ennél éppen, még nem laktál teljesen jól, még egy-két szelet lecsúszna, és egy picit elégedetlen vagy hogy még ennél egy kicsit. Tehát így vagyok ezzel én is, hogy még azért bírtam volna több kifejtést, több magyarázatot, több jelenetet a múltban, jelenben. Én nagyon szívesen láttam volna még információkat, nem tudom hogy, vagy mint lehetett volna, de a régi Titan Shifterektől, a régi titánokról, a régi harcokról, tehát még annyi minden van itt ebben a történetben, amit én szívesen megnéztem volna, hogy mi volt és hogy volt, de végül is ez is az anime minőségét mutatja, és hogy mennyire jó, hogy még mindig nem elég, és még mindig többet akar az ember, többet ebből az egészből. A másik, ami picit zavar, hogy sok kérdés megválaszolatlan maradt, és sok nyitott kérdés maradt, ami így ránk nézőnk interpretációjára, fantáziájára van bízva. Milyen régre nyúlik vissza a manipulációja csak két Attack Titan-nyire, vagy visszanézett 2000 évet és belenyúlt mindenhol az eseményekbe, hogy így alakuljon? A kabinos jelenet egy alternatív idősík volt, tényleg megtörtént, vagy csak a pácokban volt, vagy mi volt és hogy volt? A visszatérő régi shifterek miért, hogyan, miért pont ők tértek vissza, mások miért nem, vagy esetleg a scoutok a pácokból individuális katonákként miért nem tértek vissza, és akkor ezek szerint mindenki az anime végéig életben volt a pácokon belül? Eren meg tudta volna
megváltoztatni a jövőt, ha nagyon akarta volna, és nem egy idióta, vagy minden kőbe volt vésve? Bár ez sem feltétlenül annyira rossz dolog, hiszen az Attack on Titan mindig is egy rejtélyes anime volt, amivel kapcsolatban rengeteg vitát, beszélgetést, elmélkedést, teorizálást lehetett folytatni, és talán picit jó is, hogy még az anime lezárulta után is lehet folytatni ezeket a vitákat, hogy nem kaptunk minden kérdésre választ, hiszen még mindig lehet róla beszélgetni, tehát gyakorlatilag ezeken a vitákon keresztül életben tartjuk még az anime lezárulta után is az Attack on Titan-t azáltal, hogy beszélgetünk róla. Egy zseniális anime, zseniális története, zseniális karakterekkel, zseniális lezárással, nekem nagyon tetszett ez az egész, és életem egyik legzseniálisabb anime élménye, és életem egyik legzseniálisabb története, amit valaha is láttam, olvastam, hallottam. Ráadásul még szebb az egésznek a zárása, és még egy plusz extra meta keretet ad az egész anime zárásának egy Isayama interjú, ami nemrég jelent meg a New York Times-ban, és ahol azt mondta, hogy ő már a legelején tudta, hogy fog végződni ez az anime, amit is történet, nyilván először még csak manga formájában létezett, ami látszódik is, hiszen már a legelejétől voltak jelek a legvégére vonatkozóan zseniális az egész. Lényeg a lényeg, hogy már a legelején tudta, hogy akarja, hogy végződjön. Viszont egy egyre nagyobb népszerűségre tett szert a manga, aztán pedig az anime, egyre nagyobb nyomás helyeződött rá, hogy változtasson a történet végén. Viszont azt mondja, hogy egyszerűen nem tudott elszakadni a történet végétől. Gondolkodott rajta, szerette volna máshogy megint, egyszerűen nem tudta máshogy megírni, nem tudta máshova kivinni a történet végét, mint amit fiatalon eredetileg elképzelt. Tehát Erenhez hasonlóan ő a saját történetének a végének a rabszolgája volt tulajdonképpen. Mennyire zseniális ez meta szinten, és hogy gyakorlatilag akár azt is mondhatjuk, hogy Eren Funding Titan ereje odáig terjedt, hogy nem engedte Isayamának, hogy megváltoztassa a történet végét, hiszen oda kellett eljutnia a történetben ahova, tehát még Isayamát is befolyásolta a Funding Titan erejével. Életemben nem láttam egy olyan történetet, ami ennyire komplex, ennyire sokrétű, ennyire sok karakter, ennyire sok történet, mini történet, ennyire sok mondani való, ennyire sok dráma, ennyire sok érzelem van benne, ami ennyire mély tud lenni, ennyire izgalmas, érdekes, epik, rejtélyes, misztikus, hátborzongató világa van, amiben ennyi jel van szétszórva, ennyi apró részlet, ennyire zseniálisan megírt történetet, én hirtelen nem is tudok másikat mondani, mert vannak nagyon jó sztorik, vannak elképesztően jó történetek, nyilván van rengeteg, de ami ennyire részletes, ennyire tűpontos, ennyire ki van találva, ennyire gazdag, dús, élettel teli, karakterekkel teli világ, egyszerűen fantasztikus. Imádom ezt az egészet, és életem egyik talán legjobb, de nyilván minden anime máshogy jó, ezért mondom, hogy életem egyik legjobb anime élménye, de ugye a legmaradandóbb és az egyik legmeghatározóbb, az egészen biztos. És noha így a legvégén kicsit szomorú vagyok, hiszen ha most belegondolunk, akkor soha többet nem fogunk Attack on Titan-t nézni. Elképzelhetőnek tartom, hogy lehetnek akár olyan kis spin-offok, meg aztán jön is egy ilyen liványos spin-off, amik picit még hozzáadnak a történethez, hogy a múltban feldolgoznak itt-ott karaktereket, történeteket, vagy eseményeket, és miket el tudok képzelni, de valójában ez a történet lezárult. Tehát valójában soha többet nem fogunk úgy Attack on Titan-t nézni, hogy halad tovább a történet, hiszen ennek vége van, és ez egy keserédes, gyönyörű dolog, nyilván örül az ember, de közben borzasztó szomorú, hogy soha többet nincs Attack on Titan, soha többet nem találkozik ezekkel a karakterekkel, ugyanakkor eszméletlen hálás vagyok, hogy itt lehetek, és megélhettem azt, hogy láthatom az Attack on Titan végét. Ugyanis kommentekben, videók alatt szoktam látni, írják, hogy egy ismerőse, barátja, családtagja nagyon szerette az Attack on Titan-t, nagyon kíváncsi volt a végére, de már nem élhette meg, mert elhunyt, mielőtt kijött volna az utolsó rész, és már nem élhette meg, hogy láthatja az utolsó részt. Tehát én azt mondom mindenkinek, azt mondom nektek, hogy legyünk hálásak, hogy itt lehetünk, legyünk hálásak, hogy megtapasztalhattuk ezt az élményt, és legyünk hálásak azért külön itt a csatornán, hogy együtt tapasztalhattuk meg az élményt, és még egyszer hagyd mondjak nektek köszönetet. Tudom, az elején mondtam már, de aki ideig végignézte a videót, annak külön, hogy köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt években, köszönöm, hogy velem együtt néztétek, örömködtetek, lelkesedtetek, lájkoltatok, kommenteltetek, itt voltatok, vártátok a részeket, támogatatok ebben, ez nekem nagyon sokat jelentett, és még egy extra örömöt, még egy extra komplexitást, még egy extra élményt adott nekem az, hogy feldolgozhattam nektek ezeket a részeket, amiket ti vártatok és szeretetek. Együtt gondolkodhattunk, beszélgettettünk rajta. Tehát ez egy fantasztikus utazás volt így közösen veletek, és ezért is hálás vagyok, és köszönöm nektek, hogy
veletek együtt élhettem át ezt az élményt. Hölgyeim és uraim, most már tényleg nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és természetesen pöttyintsétek le a véleményeteket a komment szekcióban, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ti mit gondoltok, ti hogy látjátok, ti hogy értelmezitek, nektek milyen elméleteitek vannak, írjátok le feltétlenül, és beszélgessetek ti is, és beszélgessünk egymásról is, már én főként olvasgatni szoktam a kommenteket, de azt nagy élvezettel teszem, úgyhogy írjátok le mindent a kommentekben. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!